Mély csend honol a magát függetlennek mondó médiában a hídpénzbotrányról, erről ír a Mandiner, pedig a portál szerint újabb fajsúlyos információk kerültek nyilvánosságra, amelyek megerősítik a korrupció gyanúját a Lánchíd felújítása kapcsán. A Mandiner emlékeztet, az elmúlt napokban újabb szereplő bukkant fel az ügyben, aki 500 millió forintot vett fel készpénzben. Az elmúlt napokban újabb információk láttak napvilágot, amelyek tovább erősítik a korrupció gyanút a Lánchíd felújítása kapcsán. Először a Mandiner számolt be arról, hogy a hitpénz botrányban Vigmor mellett egy másik ügyvéd is felbukkant, miután Vigmort eltiltották praxisától. A lapinformációi szerint ezért vonták be Hegedűs Dániel ügyvédet, aki a Vigmor cégéhez az A-Híd Zrt.-től érkezett pénz maradékát, 500 millió forintot vett fel készpénzben. Síri csend a baloldalon. Karácsony Gergelyék korrupciógyanús botrányának fejleményei nem érik el a baloldali sajtó ingerküszöbét, vagy ha mégis, akkor propagandistaként hallgatnak róla, írta a Mandiner a baloldali média napok óta tartó némaságáról. A portál a Telextől, a HVG-n, a 444-en, a 24.hu-n, a 168 órán és az Indexen át egészen a Magyar Hangig egyetlen cikket sem talált a hídpénzbotrány legújabb fejleményeiről. Az A-Híd Zrt. A Vigmor elleni nyomozásban került a hatóságok látókörébe, mert a Lánchíd felújítását végző cég a beruházás idején 1,4 milliárd forintot utalhatott Vigmor, a baloldal külföldi kampányfinanszírozásával is hírbe hozott, praxisától eltiltott jogász cégének. Elemzők szerint a pénz a Lánchíd felújításának munkadíjából származhatott. A pénzből 900 millió forintot a most is letartóztatásban lévő ügyvéd saját számláira utaltak tovább, ahonnan rövid időn belül azt készpénzben fel is vették. Nem tudok botrányról a Lánchíddal kapcsolatosan, ne haragudjon, úgyhogy nem tudok válaszolni a kérdésére. Karácsony Gergely a híradónak korábban azt mondta, ő semmit nem tud a Lánchíd körül kialakult botrányról, ezért nem válaszol az arra vonatkozó kérdésekre. Azért nem támogatjuk, hogy vizsgálatot, mert nincs mit vizsgálni. A Fidesz a hídpénzbotrány ügyben vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezte, amit Karácsony Gergely nem támogatott, mert a balliberális főpolgármester szerint nincs mit vizsgálni. Ha abszolút nem hibás ezekben a dolgokban, nem tudott semmiről, akkor miért nem megy bele ebbe a vizsgálóbizottságnak a létrehozásába? Érdekes, hogy Karácsony Gergely elutasította a vizsgálóbizottság felállítását, pedig azzal tisztázhatta volna magát. Erről a Nézőpont Intézet elemzője beszélt. Borbély Beáta kiemelte, a balliberális főpolgármesterre jellemző, hogy nem vállalja a felelősséget, és mindig másra mutogat. Ki fog derülni, hogy hová tűntek ezek a pénzek, illetve nem tudjuk, hogy még előkerülnek-e újabb ügyek, akár a Lánchíd kapcsán, vagy Blaha Lujza tér, vagy bármilyen eddigi projekt kapcsán. A Lánchíd felújítására Karácsony Gergelyék új közbeszerzést írtak ki, amit a korábbi győztes A-Híd Zrt. Nyert, viszont 5 milliárd forinttal drágábban, az eredetihez képest 60-szoros előlegért és fele annyi ködbérért vállalta a munkát, mint Tarlós István idejében. Sőt, a fővárosi önkormányzat arra is rábólintott, hogy több pénzért, kevesebb műszaki tartalommal újítsák meg a Lánchidat. Karácsony Gergely viszont mégis azt mondta, jó üzletet kötöttek.